A szklerózis multiplex egy lassú halál. Apránként kiszorul az élet a testből, az életfunkciók leállnak. 400 ezer amerikai szenved ettől a szörnyű betegségtől. A betegség először megtámadja a beteg ember agyát és a központi idegrendszert. És egyelőre nincs rá gyógymód. Wendy Lawson 11 évig szenvedett tőle, és bár gyógyszereket szedett, hogy kontrollálja a tüneteket, nem gyógyult meg. De egy missziós úton találkozott egy kisfiúval. 37 évesen Wendy Lawson egy reggel arra ébredt, hogy nem érzi a bal oldalát. Olyan volt, mintha valaki krétával egy vonalat húzott volna függőlegesen, amitől balra minden érzéketlen volt. Wendy rohammentősként először azt gondolta, hogy csak becsípődött egy ideg. Több gyógymasszőrhöz is elment, de nem segített. Két nappal később ez a tompaság átterjedt a jobb oldalamra, és elkezdtem lebénulni, miközben az izmok összehúzottak és rángatoztak. Bénultan és rémülten ment be a kórházba. Az orvosok egy sorvizsgálatot végeztek rajta, míg végül a röntgen mutatta ki a problémát, multiplex szklerózis, egy gyógyíthatatlan betegség, ami a központi idegrendszer támadja meg. Hét helyen károsodott az agyam, a legsúlyosabban az agytörzsben. Az orvos bejött és azt mondta, hogy súlyos akut szklerózis támadott meg, és valószínűleg soha többé nem fogok járni. Ezek voltak a kilátásaim. Több mint egy évtizedig szenvedett a betegség szörnyű mellékhatásaitól. Néha hetekig vagy hónapokig súlyos volt a helyzet. Majd egy vagy két hétig, talán három hétig is javult az állapotom, ami után megint újra visszaestem. 11 éven keresztül tartott mindez. Felváltva voltam a tolószék, a kórházak, a rehab és az ágyam között. Vigasztalást keresve elkezdett gyülekezetbe járni. Szenvedései közben hite és Isten iránti szeretete csak nőtt. A gyülekezetben sok barátom látta, hogy bénán fekszem a padon, hallgatva az Isten tiszteletet, mivel nem tudtam felülni. A házamban összegyűlt egy Biblia csoport. Volt 6 idősebb hölgy, akik eljöttek, odahúzták székeiket az ágyam köré, ahol feküdtem, és Isten gyógyító erejéről beszéltek, és Jézusról tanítottak. 1997-ben, 11 évvel a diagnózis után Wendy imádkozott, hogy az enyhébb időszak elegendően hosszú legyen ahhoz, hogy a gyülekezettel el tudjon menni egy nemzetközi útra. Végül kellően egészséges lett, csatlakozott egy Madagaszkárba induló misszióhoz. Kint voltunk valahol terepen, egy vörös-poros földön, a semmi közepén. Ezek az emberek pedig mérföldeket gyalogoltak, legtöbben mezit láb. Ezrek jöttek imát kérni. Wendy egy törött lábú kisfiúért imádkozott. Amikor imádkozott, olyasmi történt, amire nem számított. A kezeim még mindig elég suták voltak, de lehajoltam és rátettem a kezem a törött sípcsontjára, és csak annyit mondtam. Istenem, kérlek, gyógyítsd meg ezt a kisfiút a Jézus nevében. Ennyi volt, és éreztem, ahogy a csont visszamegy a helyére. A kezeim tűzben égtek, bizseregtek. Könnyek szöktek a szemembe. A fiú elengedte a barátai kezét, fölleugrált és kiabált, hogy halleluja, halleluja. Ugyanekkor Isten a szívemre helyezte, hogy meggyógyultál, Wendy. Amit én el is fogadtam, hittem Isten szavában. Wendy hitte, hogy Isten szólt hozzá, így eldöntötte, hogy abba hagyja a gyógyszereket. Az út után tudtam, hogy valami történt velem. Éjjel-nappal hálát adtam a gyógyulásomért, még ha akkor nem is éreztem, de folyton hálát adtam. A következő pár hónap során Wendy fokozatosan jobban érezte magát. 6 hónap után elment az orvoshoz. Azt mondta, tudom, hogy ez nem a gyógyszereknek köszönhető, ez egy csoda, egy drámai és emlékezetes felépülés. Azt mondtam erre, én doktor Jézusnak hívom. 6 hónapra rá már újra motoroztam, ejtőernyőztem, és mindazokat csináltam, amiket 11 évvel korábban.
A gyógyulása után Wendyben erős vágy volt arra, hogy orvosi missziós utakra menjen. Hamarosan egy megdöbbentő telefont kapott. Pár hónappal ezután a Pennsylvániai Közösségi Központ felhívott azzal, hogy visszaállították az orvosi engedélyemet egy 1975-ös záradék alapján. Tehát mivel Isten tudta, hogy én mindig orvos, fogorvos akartam lenni, és így most mindezeket meg tudtam tenni a tengeren túlon. Isten válaszolt a szívem minden kívánságára. 1997-ben történt gyógyulása óta a betegség csak távoli emlék. Azóta több mint 37 országba utazott egészségügyi és katasztrófa elhárító utakra, és ma teljes idejű szolgáló. Gyógyulásának történetét egy könyvben is megörökítette.